Seht, tut die Lente nicht der Ehe Cousin. Baka volt mégis mi más volt. De bakának is csak olyan konyhás. Az a, aki húzta a panganékot, fát hasogatott vele. Na, de hát nem még még semmi sem. Na, a Muszkaországról beszéljen, generális úr. Mert abból, ugye? Hát persze, hogy abból. Mi más lettem volna? Muszkaországba is jártál, ja? Hát persze, hogy járt. Jártam bizony, mivel hogy éppen, hogy ott voltam Muszkaországban. Ferenc császár ügyiben. Egyszer 3 hétre a lovamon fagytam. Olyan begyárideg van ott arra fel, hogy olykor akkora hópelyekesnek, hogy a képen sapja az ember beleszik. Tél van ott a nyáron. No. Hát ez így van, nem csapom én be kertéket. Nem igaz? Ki merre ilyet gondolni is? Ilyen hárján! Hát nagy Napóleon! Hát vele csak tanálkoztál, já. Napóleon, nagyon is, hogy tanálkoztál vele. Na, ugye van? Hát csak köntik ezt az én két kezemet. Na, ugye? Hát ha látják, akkor azt mondom, hogy én ezzel a két kezemmel személyesen elfogtam azt a nagy Napóleont. Hogy is van már valami? No, fenne, no! No, ez már valami! Na, ezt aztán mondjad el még, János! Elmondjad? Ella! Hát elmondhatom. Jó, akkor elmondom. Muszkaországba kezdődött. Most kezdődik a mese. Huszár voltam. Ezt a századot áthelyezték Galíciába. Van még más Jány is a világon. Olyan nincs több, mint ő, strázsamester úr. Hely, mikor látom meg? Adjon Isten jó napot! Fogadj Isten húzat! Mondja már, Isten áldja meg, jó megyek erre Galíciába? Hát biztosan, mert a huszárok is erre mentek. Hát akkor jó megyek. De mikor mentek erre? Hát lehet úgy 10 napja. De csak nem bomlottál meg, hogy azokat akarod elérni. Hát hol érnéd el így? Hát a határon. Onnan már nem mehetnek tovább, hogy te béke van. Adjon Isten! Te! Nem 2 darab szalonna? Nem, nagyon sietek ám! Te bolondok ezek a mai jány! De jó meleg van, máma! Persze, azért van, mert ez itt még Galícia. Légy csak a moda! Az ott már Muszkaország. Az bizony hideg van. Na, hát akkor már csak szívesebben szolgálok én ide, hát ő felsége Ferenc császár országába. Nézd csak a moda le! Ahogyan megy a határ, azon innen van a meleg, azon túl meg a hideg. Hát ez a kis ház éppen ott a határon. A fele oda. A ház innenső fele a miénk. A túlsó fele meg a muszkáké. Hát ilyen a határ. Hát éppen ilyen. Azután azt mondja a kapitány úr, hogy mostanában Gyünelre keresztül magának Ferenc császár ügyfelségének a Jány. Vagyis annak a nevezetes Napóleonnak a felesége. Hát miért jön erre? Franciaországból jön az édesszüleit meglátogatni Bécsbe. A más felé nem mehet. Hogyan kerülje ki Muszkaországot, ha egyszer közben van? Ha legalább egyszer eleve császárnét is látok. Hát az könnyen lehet, mert hogy a határon most mi váltjuk fel a bakákat.
azért csak ugyan jó meleg van ide át 10 nap óta mindig. Már a száraz a gégén. De hiába innék, ez a bor is csak olyan, mint a pocsolya. Ebbe meg belefagyott a butki. Nézze, szomszéd, vegye át a határon az én boromat, hogy kihűljön. Magáit meg ide veszem, hogy megmelegedjék. Lássa, ebbe igazsága van. Itt a fattus lehet. Kicsi a pecsét, rossz, márs vissza! De kérem tényleg! Márs vissza! Menje, szomszéd urat, miért ilyen rettentően szigorú máma? Nálam határon se ki, se be. Máma megint rossz volt, gombóz, nagyon mirges vagyom. Nedve cukor se nem volt rá, de szem sem. Ki ezt kitalálta, elviszik a szeretőmet messzire, Sej Ferenc császár sojtalan kenyerén. Ne, hát te ki? Adjon Isten jó napot! Hát te ki vagy? Őrzse az én nevem. Őrzse, aztán honnét csöppensz ide a határra? Gyalogszerrel jöttem én, kérem, 3 hétig egy húzomba. Csak úgy már megtaláltam Kenteket. Aztán kit kereseltek? Igen. Nem magát. Kár, mert hogy igen szemre való jány vagy ám. Hallja, ha nem hagy békén, megmondom Jánosomnak. Melliknek. János van vagy 20 is. Hári János. Az áldóját. Ugye, hogy már is tovább tágult? Na. Hanem én itt sokat beszélek. Ma alig várom, hogy lássa Jánosomat, merre van. Szállásán a faluba. De ha akarod, itt is megvárhatod, mert nem sokára levárt engem az őrséget. Dehogy várom, már repülök is. János! Mert nem bíztam ki soká nélkülön, János! Őrse, utánam gyűjtél. Hát akkor jó van, utánam gyűjtél, csak azt mondd meg, hogy mit csináljak én most velem. Hát mit? Hát várok ide szolgálónak, van is túl, ugye? Hát valamelyre csak akad. Na látod, hát hoztam már egy kis jó kis hazai. Nem kóstolnád meg? Azt lehet, de sürgősen gyerünk, mert mindjárt át kell vennem az őrséget. Jaj, csak már velem a Muszka országból kikerültünk volna. Az embernek még a lelke is megémperedik ebben a hidegben. De fázik az orrom. Jaj, de fázik a fülem. Jaj, de hideg van. De tulajdonképpen hol is járunk már, kedves Ebelasszony? Ha értek utazáshoz, lóhoz és batárhoz, most már közeledünk felség a határhoz. Emmán, elég hideg! Emma felengedett. Stéthes. Aj, de jó meleg! Aj, de jó hideg! A deréklámba térzse. Hiába, hazai csak hazai. Jaj, János, csak már ott egy kis portánkon kínálhatnálok vele. Meg lesz az is, nem sokára, ne félj semmi. Meg lesz szolgálom ezt a vacak kis 8 esztendőt, aztán meg lesz az opsit. Rögtön visznek a papelim. Rögtön? 8 esztendő múlva? Ah, jó. Aztán majd kiülünk a ház elé a kis kertbe. Átfogom a derekadat. Így magamhoz szorítalak. Elringatlak, aztán majd danolok is neked. Mert én nékem olyan hangom volt, olyan csengé hangom volt én nékem a... Hiszen innen Dunán túl a Tiszánban egy tujás nyája túl. Elteti a gólyáját, oda várja a babáját gyepágyra.
Hely emberek, emma a határ! Itt vele! No hát akkor nyissátok ki azt a sorompót, mert hogy hát Bécs városába akarunk menni. Hogy a diás! Es hanyat, te szőrös párja! A gítjön, Újza Mária! Pecsét. Mi pecsétűnek lehet baja? Az embernek égnek áll a haja! Ez a nem törődő, parancs! Bárs vissza! Szent Isten, bolond ez a muszka! Hát te miért nem szólsz, vigyen a lakánya? Aki itt jön, az a császárod leánya! Amit tehetek én? Amióta béke van, azóta csak a sorompóig szabad lőni. Micsoda dolog ez? A pecsét jó? Pecsét rossz! Ha nekem nem hisznek, majd elhisznek a kapitánynak! Mindjárt jön! Csak bírják kivárni! Addig álljunk a hidegen, de kellemetlen hidegen! Jönnek vissza a kocsiba, vagy menjenek be ebbe a házba! Ebbe a putriba? Ebbe! Nem megyek! Nem! Ezt megemlegetettek hozzák! Menjünk! Hallja, sógor! De az mégse kéne így bánni valakivel, aki császár jánya is, császár felesége is, vagyis dufla sarsi. Császár jánya, császár felesége lehet, de nem a miénk. Nézze, mindegy koma sógor az, ahány császár van, ha gyakran össze is vesznek. Bánom is én, de csúf hideg van. Hát te mit állsz itt? Hajts el innen! Hová te mamlok? A ház mögé, itt kell a hely! Nem lesz az jó szomszéd úr? Majd csak még háború ne legyen belőle. Ilyen sérelem élhette Napóleon hifesét. Gyalázat! Felség, nem kell ezért már orrolni. Ezt a sértést én meg fogom tarol... Mi? Tegyetek! Tegyetek! A fene az idegen vasatokba. Hiszám innen Dunántól, ó, hadd is állj kicsi kunyhó, nyárhástól. Én igazolj nyár az eszem, ott a vágyik az én szívem, párosul. Cserevá János, siess! Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok. Nem késtem el az őrség. Más itt a baj. Na látod, elég, hogy kiteszem a lábom egy fél tájórára, már baj van, na mesélj, mi van? Hát ahogy itt csillbakolok. Ti már rendben vagytok. Most már ma én is szóra tegettem. A mindenségét neked, ezt csinálta ez a gonosz puszka? Na jó van, Ferkó, ezennel átveszem az őrséget. Erik, csak majd én eligazítom az öntőt. Na, angyalom, Erik, te is, amíg én itt csillbakolok, hozz rendbe a holmimat. Van ott fódozni való éppen elő. Nézd már, János, álltam egy kiocsudon.
Ettentinus, Taureketinus. Taureketik az ukaura, van a bambusz? Hol a bambusz? Bazakter, bakter? Bakter! Öreg apám! Világke magyar? Há, mi a fele volé? A fele, de mi jár akkor kendi a maskarám? É, mert Párizsban vagyok, kocsis Mária Luzai főségén, elég baja nekem. Kicsi a fizetés? Á, fizetsítsek meg volna másik tavaly, kedves, egy ez a ruha. Kettelj meg, hogy a francia ló mássá, mint a magyar ló. Teszem azt, a szabot kiköpi. Ha mit teszik? Há, ne is kérdez. Sárgaribát attól meg nem mond nyeríteni, hanem fütyül, mint a sárgaribóra. Hallod már, jól laktak. No, hallja, nekem ilyen ló nem kéne. A harmadik és legfőbb baj az Everlasting lovag-e. A döbbetyár egy ember, a parancsolta rám ezt a maskarát. Most meg, hogy vágjam le a bajuszomat. Ezt a bajuszt? Az angyala, hát mégiscsak tisztóság. Hát te ki? Én a János Mátkája vagyok. Hát jó lesz, te vagytok válogatva, amán biztos. No, megyek, megkérdem már azt a lovagot, hogy mit csinálok a lovakkal, hogy mondja meg, hogy így vagy, úgy vagy, amúgy, nem van. Hé, kama! Nyöjtsek el! Nyöjtsek! Amit hallok én magáról? Mit csinál maga az én hátam neked? Az én császárom jányával csinál maga ilyet? Ez a barátság? Rossz volt a gombó. Na de levatni, panám, az ina hallgassam. Jó, János, ne! Na, csiba, te! Azt mondja, ne hátsa magát el az emberek dolgában. Na, hát engedi őket, vagy nem? Nem? Na, hát akkor most már én fogom meg a dolog végig. Jó, János, mit csinálsz? Na hát János, ilyet is csak te tudsz csinálni. Na ugye. Mi ez? Mi történik? Fölség, Köztuszár Johannes Hári halálozatosa jelentem, hogy fölséged itthon van saját édes szülőbirodalmába, szabad az út Bécsváráig. Szabadok vagyunk. A gombviselés földrengést küldött a megsegítésre. Hát ha nem is éppen földrengés, te engemet fölség, de hátam mindegy. Téged? Hát mi történt itt tulajdonképpen? Szemtrófásra mondom, hogy igaz, egy kézzel rántotta át! Ne nyávogjátok! Sorakozó! Balrát! Indulj! Fogjátok meg a húzát! Ári! Ilyen embert még nem láttam. Vitéz, a köszönet nem fog elmaradni. Nem jár ezért köszönet, fölség. Császárom jányáért szívesen. Furcsa, hogy itt az Isten háta mögött ilyen pompás legényekre akad az ember. Jössz Bécsbe. Testőr leszel. Felség, aki katona, az nem ugrálhat se ide, se amoda. Azzal én nem törődöm. Készülő, hogy huszár, mert viszlek? Majsztét nagyon kegyes hozzám, de hát engem itt tart az én kapitányom. Már pedig jössz testőrnek. Ez parancs! De cserébe három kívánságodat teljesítem. Akármit kívánhatok, fölség? Akármit? Hát akkor én azt kívánom, fölség, hogy először is, hogy az én kedves hollólovam kapjon eztán dupla zabot. Meg lesz. Másodszor meg azt kívánom, hogy Marci bácsinak a dolmánya, a gyönyörű szép darutollas kalapja visszaadassék, s a bajusz a békébe hagyassék. Meg lesz. Ennyi mámat is kívánjak harmadiknak. Megállj csak, nem tudsz valami jót. Hát akkor mondjuk, fölség, azt kívánom, hogy ezt a ját vigyük magunkkal Bécs városába. János? Na, jó, ne nyálasz be, szolgálatba vagyok. Micsoda? Hát, megígértem, teljesítem. Most pedig átütözünk nyáriasra és indulunk. Marci, befogni. Igen. János! Én ezt neked, amíg élek, nem fogom elfelejteni. Na, őrzse, gyűsz velem Bécs városába. Hát, terem, mi lesz? Elakasztanak ház miatt. Ha nem érdemli meg ugyan a szomszéd úr, de engem ne átkozom. Rendben van, itt a házam. Na, koma, engedje már azt a hintót. Baszírt. No, akkor én megyek a hintómért. Én meg a lovamért. Én meg a batyomért.
Megint most ezt a jobb udalomat rágja ez a fránya, podegra. Sajnálok, édes Ferencem, de hát rossz vagy, mint egy gyerek. Miért nem iszod meg azt a finom herbateát? Herbateát, mindig herbateát, csak legalább használna. Csak legalább innád? Megdördültek az ágyuk. Gyűnnek! Gyűnnek! Alberto! 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 Már itt van, ma siessünk! Járom, lelkem! Fogod kapni, kompacskám! Haj, kedvi csókolom, mama! Felség! Felség! Nem gyűjtem ám üres kézzel, mama! Hoztam egy olyan testőrt, amilyen itt nincs egy se. Ott van mi? Mit tudom, hogy miféle gyűjtment por ez. Nem hiszem, hogy testőrnek ez jó lesz. Meg aztán hoztam egy új mindenes lányt. Azt hiszem, hogy majd elkél valahol. Csókolom, Felsi. Éppen jókor hoztad, lelkem, mert holnap nagy mosás lesz nálunk. Na de gyere gyorsan, menjünk apáthoz, már nagyon kíváncsi, hogy volt az utazás. Hát ez az a híres burgvár. Csak is. Szép, mi? Hát elég szép, na de nagy a bonyha. Menjünk a szállásra. Hé, hát a meg mi? Ez itt a burgban a kokas. E kokas? Ez ébreszti reggel a házat. Ez az új lány. Aztán vigyázz, te új lány. Nyakon ne önts valakit. Nem is olyan ügyetlen ez. Jaj. Ez a betyár. Podegra. Úgy kell. Minek avatkozol a cselédek dolgába? Te? Próbálkozhat ő felsége bármivel. Ennek a lánynak csak Harry kell. Johannes Harry, ide figyel. Ő felsége Mária Luizát, te a hadárnál megmentettél. Ennek földön, Ferenc császár őfelsége parancsára, én, generál Wenzel Donnerwetter, téged Essennel azonnal strázsa mesterdak előléphetem. Alázatosan köszönöm, generális uram, de hát nem volt azon nagy dolog. Nagy dolog, kis dolog, strázsa mester vagy, und punto. Ja, abtréten. Így is jó. Mondtam, aztán... Strázsa mester lett. Napóleonról még mindig nem beszélt. Bonaparte úr? Arról hát? Na, várjunk csak sorra, diák uram. Sor kerül még arra is. Mert úgy megszerettek engem ő felségéig, hogy szinte nélkülözni sem tudtak. Mondta is nekem a császárné. Hát szóval nagyabonyi születésű van. Ott még nem jártam. Hát a sajnálhatja is felség, mert teszem azt, ez a burgváró elég szép, de hát nagyabban, van az ettő. Nem is adnám én oda édesapám bogárhátú hajlékát az egész Bécsvárosáért. Én még az apám? Hát mostan már lehet mondani, hogy én, de egy időben bizony úgy volt, hogy már vége van szegénynek. Nekem is egy falatot. Belenc, nem mész el onnan? Nem neked való az, nézze meg az embert. Herbateját igyál, a való a podegrának. Megi herbateját, mindig csak herbate. Engedelnek kérek felségre, a podegrának nem a herbatea jó, hanem a gyikkanyét. Gyűjtenőcs. Abba. Mondjon. Is elhúztam vissza a sínsztályába. Hát először is. Fogni kell a gyíkot, de éppen 7 éves kér, hogy legyen. Ennek a máját, holtőltekor össze kell keverni, frissen szedett kutyateljel, az egészet jó fölfőzni hásmézzel, úgy egyben letenni a pincébe, megkavarni minden éjszaka, pontosan éjfélkor, pontosan 9-re egymás után. Legközelebbi pénteken készen van az egész. Ó, hogy az Isten áldjon meg érte, és
elmondja az a himpelé Rebelasztin, hogy butok. Fogasd meg a gyikot, fogasd meg! Még ma megfogatom! Engedelme, felsétek, nem nekem szól, nyergelnek. Ne szaladj meg, édesfiam, egyé még egy falatot. Nem lehet felség, nagyon köszönöm, de huszárnak még egy csak elsőn kiselesség. Ez a viola, ez kellene nékem, de már nagyon régen. Minek magának az én virágom? Kincsemnek venném, szívembe tenném, senkinek sem adnám, senkinek sem mutatnám. Hát ezt nem is mutatja senkinek. Nem adok én olyan könnyen virágot. Hát tudja a kánya, de lehet, hogy nagyon megbánja. Mi? Semmi több és semmi kevesebb. Felültették Luciferre hárit, azt a hecskét, azt a heveset. Mi? A Luciferre? Amely már három katonát harapott tették. Ki volt az a gazember? Maga biztatta? Ach, mi vád, biztató olyan, dehogy is voltam. Csak hogy felmere ülni, annyit tudott voltam. Hát, ezt nem engedem. Állj meg, Lucifer, ne tégy úgy, mintha te is lóvónál, hely! Nyomja, gyáló! Az éjjel már Isten kísérték. Bocs, írja még! Úgy ül rajta, mint holda volna csinyzelve. A fenelátot írja! Hol van Harry? Itt veszkődnek az istálló meg el. Hallja felség a zenebonás? Hát, én majd leparancsolom a Lucifer-ról. Na, jó van, Lucifer, ballag! Na, gyere! Na, ballag! Na jó van, nem kell azért úgy a szíved. Jó van, jó, ne sír. Téged nem harapott ketté a Luci. Hát, ha jól megnézem, magam egybe maradta. Nem lóem már a felség, csak birka. Istálló helyet a holba viselni. Ilyen lopas itt még nem volt. Na hát, ezt még talán az én uram sem tudná megcsinálni. Hát ilyenek mi a mesterséget, felség? Nagy is kezdés. Olyas nem. Legjobb lovasi. Köszönöm, felség. Na hát, ezt meg is érdemelted, János. Na, gyere, János. Te vette, teremtette, az aló már levetette. Na, Isten, csak olyan elegél. A szívem szakad. Jó, Isten. Hát most meg így akart elemészteni az a tudat. De hát, János, úgy ült azon a lovon, Jézus, úgy... Jézus, ne hagyj el. Na, megálljon az a gonosz Ebelesztin lovak. Csak kerüljön a kezem közé. Őrzse! Hova szaladt? Hé, strázsamester! De felülről néz a virágra, talán mert olyan szép a virágja? Arra való a virág, hogy kitűzzék. Ugyan ördög adta, hát aztán kiadta. Ennyi, lovag úr. Nem tudja a regulát? Hogy mer bennünket megállítani? Gyere, János. Hát, én most már tovább nem halasztom. Elveretem a port ezen a paraszton. De elar! Előkészítettétek a hálóköntösömet? Igenis, felség. A hálókurulámat? Igenis, felség. A herbateja is itt van, felség. Brrr, nem kell. Kukukuskám, szállj le hozzám, madárkám. Nézd, mint sívogatlak, sípocskámra hívlak, készen van már kalitkám. Na, félség, most úgy fog aludni, mint a tej. A hálókoronámat.
Mária Lúzza őfelsége kéri, hogy Hári strázsamester urat kegyes legyen fölséget hozzájuk leküldeni, mert igen várják. Feri csak, Johannes fiam, ne várhasd a jányomat. Nyugodalmas, jó iszakát, fölség. Menj el, szívemet is vár, vidd el. Véleden repülök, szárnyacskámra fülök, tőled nem forrodok el. Hári! Most velünk maradsz, vitéz. Parancs, fölség, mit kell csinálni? Ígyni. Most megkötöm a szemet. Igen. És akit megfog, attól kapsz egy csók. Ilyen balondságot, fölség. Rajta! Viselkedjetek rendesen, nézze meg az ember! Egyik kötőket sem fogta meg Hári János. De bizony, fölség, egyet megfogtam. Na, hát akkor nem érvényes! Újra kezdjük az egészet, és mostantól kezdve számít! Rajta! Nem sír a hűnök. Luisa felség, meg a többi, Meluzina, Páni meg a Sár, és közöttük megint ez a fránya huszár Hári. Most már elég lesz a bolondságú, egyet megfogom. Győződjön meg saját szemével. Oda nézzen a huna. Jaj, Marci bácsi, ezt már nem tűröm tovább. János sohasem az enyém, egészen maguknak tulajdonítja, aki most urom egy közül. Dehogy mit? No, nyughass már te ját, hát téged szeret János. Nem kell neki ez a játékre, mit csináljon? Szolgálat. Én is úgy szolgálom őt, hogy már szinte aludni se tudok tőle, és mégis elveszik tőlem. Engedelmet kérek, fölség. Vajon megcsókolja? Nem tudom. Nos, huszár, tudod-e, mi volt az alkohol? Tudom, fölség, de hát... Nos? Szólj neki, hogy térjen észhez. Csak téged szeretlek, no, no. Akkor én menek lefekülni. Hát olyan sürgős a dolgok? Akkor nem tartóztatjuk. Ti fiatal. Jó, hát a legjobb barátom voltál, hogy én szeretettem. Vérezni fog kéz és arc, Háriért ne legyen harc. Háriért? Semmi köze hozzá. Hári a milyen? No. Ezek is jól ellátják a baját, Ebel Asztin úrnak. Minek született férfinak, ha még a fehér népő sincs érzése neki, gyerekem? Na, ezt alaposan helyben hagyd. Jöjj, drágám! 33 rúgás a hátamat érte. Megállj, Hári János! Meglakosz még érte! Na fene, most mely lakoljak én meg? Hordjátok el innen gyorsan magatokat, mert lennyi szentje a hóérdakatokat! Mi, hogy mi menjünk el innen az udvarton, mi? Mert nem marad itten kavics a kavicson. A Napóleon úrnak még máma megírom, hogy Mária Lúzza te belé szeretek. Érkezik majd tőle. Sürgős, hadd üzened! Nem látott meg senki? Nem.
kertékkal együttem. Egyelőre legyen gondod. Óriási titok, amit mondok. Utra kezd Máris, utra célja Páris. Páris? Ha dolgod jól végrehajtod, 100 tallér üti a markod. De nem is alszol, nem is eszel, és Napóleonnál jelentkezel. És mit mondok neki? Azt mondom neki. Felség ezt nyomban aláírni tessék, mégpedig a végből, hogy a lovag nagy szégyent hárítson el császári fejéről. Igenis. De az úton rád is verjenek. Vegyél másik fenyeget. Siess, ugyas légy. Én erre megyek, te arra légy. A lovag úr, hogy nyomba tessék aláírni, mégpedig a végből, hogy a lovag úr egy nagy szégyent vegyen le császári fejéről. Ez az üzenet. Hát, ő tudja. Harris, drága mester! Jöhet! Egyik ember segít a másiknak. Feleség, a kérdésem feleltre vár itt. Hajlandó-e innen kidobatni Hárit? Hagyjon békében, megmondtam már százszor. Feleség, utoljára még meggondolhatja, hogy császár marad-e felséges. Menjen a dolgára! Felséged az oka e haragos levélnek, mert virágot adott egy parasztlegénynek. Apja fehér, becsétje piros. Tudja felség, mi ez a papíros? Ugyan, mi lehet egy ilyen hitvány kis levélben? Itt nagy tánc lesz, mert most fizetek. Ez felség bizony. Hát üzen, háború lesz a viola véget. Vállalom a felelősséget. Nyer az emenyecskét, Elnélem egy öngyélem,
bírom én ezt már tovább, Marci bácsi. Nem elég, hogy János elment a csatába, most már maga is itt lesz. Ám majd csak visszagyövök. Talán már gomálat is. Lerímálok. Hiszen most már kapitány is lett a János. Mit érek én János Anziával, hogy őt magát meg golyót találja? Olyan, hogy mondhatsz már én. Elfogja azt a golyót. De én nem akarok visszamenni Párizsba! Édes Jányom, a szívem szakad meg, de hát az asszonynak az ura mellett van a helye. Na hát, ilyen csúkságot, hogy az emberek saját fejével kelljen háborút viselni. Nem is Napóleon akarta ezt, mindennek az a gond ebben a szín az oka. Indulunk, Marci! A kedvem nagyon harci, rögtön készen legyünk, mert Párizsba megyünk! Tőlem akár a pokolba is, mert... Igen. Na látod, te örzse, sírhatsz, mint a zápor. Nagyon megszelidül majd, ki most oly bátor. De csak óvester uram, nem 32 torony az, ami ide látszik, hanem csak 6. Nem lehet az a nóta, nem hazudhatik, olvasd meg még egyszer. Egy. 31. 32. Adja az óvester uram, 32. Na látod. Mondja csak óvester uram, meddig táborozunk még itt, hiszen már 2 hete, hogy itt vagyunk. Elegy már te magótyi, hát addig kell várni, amíg megvolt az ütköző. De mikor lesz az? Akkor, fiam, ha majd Napóleon odaállt Majlandba, kiadja a parancsot a támadásra. Ha kicsilünk Majland várában, aztán nem történik semmi. Majd csak elkezdődik egyszer. De mikor? Fere tudja, amíg azok ide nem gyűjtek, nem győzhetnek, mert ez a vár a fő. Ide pedig senki be nem teheti a lábát. Na, akkor pedig itt rostokolhatunk ítéletnapig is. Készülni, emberek! Rendben legyen minden! Aztán ne felejtsétek el, hogy az én katonáim vagytok. No, no már most. Megverjük az ellenséget, hogy arrunk hódunk. Csillogjon, villogjon, nehogy szégyent valljunk vele! Oda te nem való vagy, hugám. Majlandba megyünk a táborba. Hát oda igyekezek én is. Fehér szemét pedig oda nem mehet. Hári Jánoshoz igyekezek én. A nevezetes Hári Jánoshoz? A más? Hát akkor csak ülj föl. Jöjjön csak. Alacsonyan, generálisnak. Jöjjön csak, édes fiam, jöjjön csak. Maga nélkül én nem akarom dönteni. Nézzük csak, ez a plánunk. Hát megnézhetem éppen. Tehát itt van az operenciák. Itt vannak a franciákat, és itt vagyunk a minket. Na már most. Tegyük fel, hogy ők támadnak. Akkor nálunk riadó. Ja, riadó. És akkor az egész csősak, az egész mindenség, mind az egész Armádiát rükvért koncentrálunk. De hát, ha mink támad? Az más! Akkor ő náluk riadó, és nálunk az egész frekvenciák, mind, ami csak van nekünk, rükvért koncentrálunk. Tehát miért, generális? Hát ez egy magasabb taktik. Hát azért, mert ezt a csatamezőt itt nem jó. Nem. Nagyon kidres, ködrös, nagyon rücsökös, csupa hepp és hup. Meg kéne beszélni a franciákkal egy másik csatateretet.
Nem, hát nem jó az egész. Más kell itt csinálni, majd én megmondom, hogy mit kell. Mondjon, mert maga egy nagyon okos ember. Hát mi volna itt akkor, ha teszem azt? Valaki úgy egy iramba elfoglalná az egész Majlambát. Majlambát? Hát az nagyon jó lenne. Hát akkor asszonnal vége lenne a háborúnak. Na ezt a várat itt a legfőbb. Na, csak hogy hát ez bevenni lehetetlen. Kezdődik! Én lövök! A szociált! Angyalát neki, éppen most, amikor rá akartam pöffenteni, na megállj! Johannes, most úgy kérjetsz koncentrálni! Nem kell, generális! Jó, lefolytani! Szeparlott lőnek! Hadd lőjenek! Na de ha eltalálnak, talán! Emfini! Emfini! Tudjátok, hogy terhetetlen vagyok! Megint lőttek? Ez már a csata? Hajtson az a Marci! Marci, hé, siessünk, hogy mi is ott lehessünk! Hallják, ember! Nem hallják! Jaj, sajnálom megint. Jaj, Istenem, csak nehogy valami bajra legyen Jánosnak. Siessünk már! Ne féljen, senki ember fia! Tudjátok jól, hogy odaállt Donner vette a vezér! Azt megjelzik mindenki, félkézzel tőlem! Úgy mondtam, úgy mondtam, de mi? Külső lakat is rajta van? Igenis, fölség. Akkor jó, a kulcsok nálam vannak. Na, neki a kapunak, legények! Vigyázz! Vigyázz! Hű! Na, káguljatok hozzá, legények! Ki? Má, ki szerez Hári? Megálljon, hé! Ide gyűjjön! Álljon csak ide! Ide álljon! Na, ugye megmondtam emberek, ennyi az egész, győztem! Vallani, mi a sarzsia? Hadd nagy! Na, gyerünk följebb, Vallani! Hát, óbester vagy! Óbester? Tegye csak be valami balkezit! Dugja csak be! Aha!
Napóleon ez? Nem az a bizonyos Napóleon nevezetű úrhon van szerencsém? Ezzel mennyi bajom van? Hát való, ami való, az vagyok. Na, ugye megmondtam. Pardon, grácia szegény fejemnek. Ne féljön, felség, nem kell nekünk a maga feje. Az életinek megkegyelmezik. Egyebem úgy sem marad. Na most mondja meg nekem, miért kellett ezt csinálni magának? Most jobb így? Dehogy jobb. De hát mit csináljok? Hát tudhattam azt, hogy kend jön. Az igaz. Instálom. Elmehetek. Azt én. Nem lehet, előbb egy kis számadást kell még vetnünk. Nem, nem, gyerünk, megyünk a generális úr elé. Rexum! Na, előre Napóleon úr, gyerünk! Menjünk, bán az Isten áldja meg! Van, úr, etetni csak, muszáj! Jó Isten, nem hallja! Jó Istenem, teremszem, sose érünk oda! Hát én csak nem akartam szólni, generális uram, de hát így kellett csinálni. Bravo. Alberto! Hát én még már ki a csulat. Nem látsz a szemed, csülöcskös? Vagy talán nem tudod, hogy Mária Luisa ő felségi szolgálom? Ki az árgyilusát? Mária Luisa ő felsége a csatatérén. Ajjajjaj, itt az asszony. Hőség! Óvester Johannes Hári alása jelentem, Napóleon úr itt van a táborban. Napóleon megint győzött. Egy kis tévedés lesz itt, fölség, mert nem Bonaparte úr foglalt el a tábort, hanem én foglaltam el Bonaparte úrat. Mit hallok? A világverő Napóleont elfogták. Megesett. Ja, Hárival még én sem bírhattam. Majestét, generál Wenzel Donnerwetter megyek-e hozzám. Kérem alázott az a felség, én megkontoltam a dolog. Ez az Óveszter Hári, ez egy ollan vitéz, egy ollan nagy vitéz, hogy neki én nem parancsolhatok. Én ezen a rang cserélem vele. Tessék a bálca. Így is jó. Örülhet Bécs és búsulhat Párizs, mert Hári lett az új generális. Megkövetem alással. Én elmehetek, kérem. De úgy is mehet el, kérem. Hát a költséget kifizesse talán ő felség a császár. De hiszen a veje vagyok, kérem. Addig, ameddig. De Luisa, hiszen a hitvesem vagy. Szégyellem, hogy így látlak viszont. Azt hittem, hogy te vagy a legnagyobb hős a világon. Roppant sajnos. A felség előbb egy kis írást kell még csinálni. Óbester úr, gyöcs! Parancs! Csinálja meg a kontraktust a Napóleonnak. Hogyne, hát hogyne! Méltóztassék csak beszéltálni a fővezéri sátortába. Ott van kalamár is, penna, meg papíros, meg minden. Rögtön. Minden parancsoljon. Tudja, fölség, nem mondom, ezek a francia gránátosok jó fognöglegények. Igen ám, amíg nem gyűn a Magyarország. Mert látja, a maga kedves apósa azért van okos ember, mert az tudja, hogy a háborúhoz nagyon szükséges ország. Itt hibázták el maguk főképp a dolgot. Na de hát honvegyenek maguk magyar ország. Igen, hát honvegyünk. Hári úr, én társulnék magával. Ketten meghódíthatnánk az egész világot. Ha elég legyen, gyerünk előre, Bonaparte úr, gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Jaj, milyen hős ez a Hári. Nézzen utána, hogy mi van Marci bácsival meg a lovakkal. Parancsára ugrik Evelasztin lovag. Megkeresem Marcit, és megnézem a lovat. De most már mehetünk, ugye? Itatni csak muszáj. Jaj, Istenem, teremtő, én nem bírom ezt. Megyek, ahogy tudok. Megyek. Szári, szavamra kijelentem, hogy én rám bet panasz nem lesz. Panasz? Nem lesz. Megvan. Na, aláírj, Miklós. Igenis, kérem, alássak.
mit fog szólni ehhez a történelem? Főség, hanem aztán háborúban csak ugyan meg ne lássam többet. Igenis, Istáló, dája, rossi megyek! Kísérjétek ki ő felségét. Luizikám! Végeztünk, felség. Hát akkor jó éjszakát. Mert pedig ezt le kell vetned, parancsomat kell követned. Nem is, nem. Vége a háborúnak, a legénység dupla szilváriumot kap, a legjobb. Szeretett generálisunk, Johannes Hálik! Oszolj! Mi te? Csak nem olyan. Jaj, János, olyan buzamsát neki! Hogy te generális lettél! Hát meg is érdemelted, de azért a régiekről se feledkezzél meg, excellenciás uram! Ugyan menjél már ke, Marci bácsi, hát én János voltam ke neked, és ezt állítsd el, de te! Úgy! Nagyon látja, te hogy vagy, Marci bácsi? Ne is kérdezz már, megint ez az Ebelasztin lovagja, hogy most meg a Munder, meg megint a Munder, most meg ma a darutollat is le akarja venni a kalapot. Darutollat? Na hát már túl kezdve három tollat is elvettem. Látszik, hogy ugyanaz a fajta, mert mindig segít rajta. Hallj a lovagot! Hogy áll maga a generális úr előtt? Hoppá, kifjú! Valam ide hallgasson, Marci bácsi, gyűjjön, nézzünk valami harapnival után ő felségének. Engedelmet fölségére. Milyen hős, milyen okos, milyen gond. És milyen generális? Nyugtával dicsérjük a napot, hívhatják még hozzá is a papot. Nincs napot, nincs papot, ő egy hős, egy nagyot. Oh, pardon, majesté. Ihajja, ihajja! Ihajja, ihajja, győztünk, győztünk, hát te ki vagy? Jelenes úrnak arra jelzem, én vagyok a... Hoplá, hoplá, én vagyok a Silva, mert úgy figyeltenek a zsarán. Aki először lőtt, ki lőtt először a Silva, vagyis én, győztünk, győztünk. Jó, van, igyál, lesz, igyál. Győjön, Marcival. Éjjel a generális! Éjjel! Rajta legénye! Sülökre, Thank you.
maga úr, hát maga... Kérhetnek engem akármilyen lágyam, nekem elment alaposan az étvágyom. Oh, eredj oda muzsikálni! Igen, is iskálom, kocsis úr. Jó. Ne engem húzzátok, Mori, hanem ünfelségének, álljunk! Úgy! Engem el vagy feleség, itet szeretnénk kicsit táncolni. Hogyne? Ha nem sérteni, szabad! Mondja, vitéz úr, jó helyen jár? Ez itt a csata? Ez. Hát, kiknek van itt olyan jó kedv? Hát, mulat itt máma mindenki. Fiatal császár, Marti bácsi, udvari dámák, meg a generális. Miféle generális? Hát, a főgenerális, maga, ha. Mária Lújzával mulat? Hát, pedig van. Hát, nem jön. János! Ez is itt. De ez a jobbkor, most szakad a bocskor. Hogy kerültél ide? Hogyan? Bécsből jöttem, mert már nem bírtam tovább a párom nélkül. Aztán csak annak örültem, hogy megtalálom őt a csatatéren, ahol éhezik, szomjazik, szenved. Mert egyedül van. Aztán majd én megvigasztalom ütet. Ehhova van ne? Ugyancsak szenved. Na virágom Erzsébet, mit mondtam én te néked? Igaza volt a lovag úrnak. Hát te bolond, ide hallgass, hát csak nem bűn, hogy táncolok itt, te hagyd szép, megnyertük a háborút. Ha táncolok én te veled is, ha csak a fél, csak itt legyek. Na, gyere be! Húzd rá, more! Engedelmet köszönöm! Jaj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 
nem lesz a víg, hogy felséged beleszeret a paraszt legénybe. Nem felfügg téged senki, csak én. Felségén, csak annyit mondok. Hagyjon nékem véget, nem érti. De én attól félek, hogy nagyon is értem. Jön, nem jön. Utoljára kérdem. Maradok. Nagyon is jön. Elég. Kaptál te engedelmet édesanyámtól, hogy ide gyere? Nem, nem is kértem. Hát akkor visszamégy. Az egyik lábad itt, a másik ott. Márpedig én, fölség, itt maradok még akkor is, hogyha megharagszik. Velem mersz így beszélni? Te béka! Béka? Hallod ezt, te János? Kicsikét hallom. Márpedig engedelmet, felség, de ha valaki el akarja venni tőlem az én Jánosomat, annak kikapelom ám a szemét. Márpedig ez a János, ez enyém lesz, mert az ilyen ember császárlánynak való. Hogy én elvegyem fölségedet? Hát csak is, megnyerted a csatát, elérte a császárlány kezed. Meg megkaphatod a hercegi címet. Hercegi cím, abba belemegyek, de hercegné nélkül. Hári János herceg! Ez így? No, a Vígyi még egy herceg komája lesz egy. Hossz a fia lesz a Jánosnak, hát az én nevem után kell köröztőni. Marci herceg. Kedves Jánosom, most megyünk vissza édesatámhoz. Megyünk-e? Megyünk. Majd én megjelentem, hogy én elválok napulantot, és senki másnak nem leszek a felesége, csak a tiéd. Már pedig, fölség, engedjen meg, én nem völtem el fölségedet, feleségül. A légy az ugye, hogy én méltatlan is vagyok arra, hogy... Hát te eldobod egy császárlány szívét! Hát, ugye, ilyen formán. Legyen eszett őrzse, hát ha császárt akar belőle csinálni, hát mit tehetünk? Valami az ám nagyabonnak is. Jó Istenem, Istenem, császárt, hát akkor most már mi lesz akkor? Hát én azt mondom neked, hogy adod a itet a Luizának. Nekem sincs semmi, én adjak neki császárt. Hát csak ugyan már azt se tudom, hogy mit gondoljak, hogy a mai világban itt történnek, hát kimondhatatlan. Ha itt nem volnék, hát el se hívnek. Ne néljön már, fölség! János! Ne obékos már itt teljesen, na légy csak! Neri, jön már, fölség! Eligazítunk mindent, azt megyünk Bécsvárába! Ányom vagyok!
hát, amint megbeszéltük az anyjukommal, a rezidenciának a fele a tiéd. Éred itt magad egészségbe. Alásan köszönöm, felség. Na, gyűjtnek a kis hercegek a köszöntőbe. Gyűjt a köszöntő. Isten mondta, hámi bácsi! Jó van, kis szolgáim! Köszönöm szépen, de megálljatok, csak várjatok! Kaptok egy aranykrajcát! Ezt, itt, fogja! Nekem is, nekem is! Jó van, neked is adok, csak ne ríjál! Nesze, fogd meg! Te is akarsz egyet! Nesze! Jó van, elmertek! Szívesen! Szerv! Osszó, gyűjt a menázsig. Gyűjt a menázsig. Gyűjt a menázsig. Hát, őrse. Nem bírom én ezt tovább, Marci bácsi. Nyugas, Mánó. Hát vagyjünk, van nem gyűjt. A sorssal nem lehet perlekedni. Avval nem, de Lujzával lehet. Hát ide hallgass, őrse. Csak ugyan el akarsz menni nagyabon. Hát, hogyha János hamarosan abban nem hagyja ezt a rettentő nagy uraságot, nagyabonyig meg se állunk. Ne bőg, Mánó. Nem vagyok én tajka, hogy itt csúcsulgassalak. Jó van. Becsegye! Fogd a késed, villád, azt tegyék! Hát, Emmi? Hát már ilyen nagy napon csak levágattam néhány sascsibét. Jó, ugye? Ha, elég jó. Hát, akkor kocincsunk egyet, aztán hallgass meg, fiam, az okos szót. De ide hallgasson az egész udvar is. Emelem porrom Hári János generális úr. Akinek nagy-nagy érdemeit felesleges lenne felsorolni. Én most Hári Jánost herceggé, vagyis őfenségévé nevezem ki. Azon kívül néki adom kedves egy jányomat, Lujzikámat. A Móringról majd beszélünk. Azután néki adom egyelőre fele birodalmamat, aztán beunyom a szemem, úgyis minden az övé lesz. Én! Fölséges királyom, életem, halálom kezük ajánlom, de én ezt nem fogadhatom el, mert én nem lehetek herceg. Már pedig az én vőm nem lehet más, csak herceg, úgy jasszó? No, látod. Hát éppen azért fölség, mert én nem lehetek fölségednek a fejség. Te János! Mi? Az én jányom nem kell neki? Na tessék! Hári János, mit jelent ez? Hát először is azt, hogy Mária Lujza ő felsége megtalálhatja még azt a bizonyos Bonaparte Napóleon nevezeti urat, aki rangjához is méltó, meg aztán férje is szegénynek. Mama! Másodszorban pedig azt jelenti, hogy az én drága jó őrsém nem találhat senki mást a világon, csak engemet, mert hogy ezen a világon csak én vagyok neki egyedül, a János. Nem vállalja a hercegséget. Nem kell neki a Lujzika! Ha nem felség, én ammondó vagyok, ha már valamire rászolgáltam. Mi a fele császárságát tessék főkínálni nekem, hanem a fele szolgálati időmet. Tessék hazaengedni engem nagyabonyba. Hát, ha ebben az egy dologban nem lehet veled okosan beszélni, mit csináljak? Erény! Donnerwetter! Igenis! Cumir! Parancs majesztét! Add ki neki az obsidot! Igenis! Na hát akkor vissza magának a pálcát, most már maga újra a generális. Akkor most adok az írást. Hát, engedelmet kérek, törzség. No hát,
még az étvágyom is elment. Roberto! Alberto! Legyen a francia! Hű az árgyélusát neki! Most meg már Bécs városában vannak? No, megyek, hívom ám jár! Jó, várjon, Marci bácsi, hiszen a rab meg van láncolva! Alberto! Hozta Isten a lovagurat, mi nálunk! Ne fogja olyan erősen lelkem azt a láncot, nem lopja azt el senki. Bizony ezt nem fogják ellopni, ez itt a kezemen fog elkopni. Hát, amúgy lehet, no megyek, meg is jelentem, hogy megírtem. Jaj, Marci bácsi, itt ne hagyjon már, én is sietek, jaj, a batyúm! Hajstét, Hári János, Opsitos, meldige hozzá! Adj Isten! Engedd el meg felségyatról a bizonyos Napóleon túl vannak itten. Jöjjön be! Őrség! János, miért vagy bakaruhában? Huszárnak a bakaruha olyan, mint másnak a civil, mert ez itt az Opsit. Opsit? Hát akkor nem megyek egyedül most már nagy a bonyba. De nem ám, hanem ide hallgass, most nem érünk rá. Most Erikine, állj fél, állj fél. Mindennek megvan a maga ideje. Hallja, édesanyám, velem is így beszélt. Csak hogy már megint így beszélsz. Na jó van, dolgom van, Erik, oda állj. Halljuk, mit akar? Napóleon parancsára vitéz Hári úrnak elhoztuk a lovagurat, amiért a nagy bajt okozott. No testvér, az élete most itt van a Hári János kezébe. Nem rossz ember a lovagúr, csak kicsit megkeverte az eszét a szerelem, mint ahogy az enyémet is megkeverte, de az őrsém irányába. Na, szabad a lovagúr! Mert Isten hírivel, köszönöm! Most, hogy kegyelemből életben maradok, ígérem, hogy többé versed nem fara, hogy soha többé nem beszélek versben, és felségettől alázatosan engedelmet kérek. Felség, elbúcsúzok örökre. Marci, befogni. Na, ne cifrázzuk itt a szót. Suba subához, guba gubához. Isten áldjon, édesfiam. Amit értem tettél, amíg élek, el nem felejt. Magyar ember szívesen segít azon, aki bajban van, fölség. Az Isten áldja meg fölségteket is. Én most menek haza szép Magyarországba, az ott is egyenes nagy a bonyba, és azt mondom, adjon az Isten fölségednek meg, kedves családjának, bordbúzát, békesség. No, de azért a magyarnak is maradjon belőle. Gyalogoltunk vagy három hétig hazafelé. Aztán megesküdtem az én őrzsémmel. Azért, ha Napóleon élne, be tudnám bizonyítani, hogy így jó. Lovas katonának, de jól vagyon dolga, eszik, iszik, mondja, Egy élet, egy